Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Screamcast, a Parallaxis Univerzum horrorfilmes podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Screamcast ötödik adása, a mikrofonnál Francia Réka. Ebben az adásban a Boldog Halálnapot című horror filmek kerülnek terítékre, amelyekből Christopher Landon eddig két részt készített el 2017-ben és 2019-ben, illetve belengedte egy harmadik rész tervét, ami egyelőre terv is maradt, ha a megjelenések jól teljesítettek a mozikban. Talán már sokaknak ismerős az elem, amivel a két film operál, a főhős egy időhurokba szorulva ugyanazt a napot, időszakot éli át, újra és újra, megküzd a morális kérdésekkel, amiket a szituációja magával hoz, végül megtalálja a kulcsot a szabaduláshoz. A filmek olyan alkotások nyomában járva, mint az idétlen időkig, a holnap határa vagy az időhurok, válaszokat keresnek az anomália generálta lételméleti kérdésekre, főként, hogy jelen esetben az időhurok a főhős meggyilkolásával indul újra. A filmek boncolgatásában partnerem lesz Farkas Katalin Mila. Szia, Mila! Sziasztok! És Dankó Dániel. Szia, Dani! Sziasztok! A filmek igazi főszereplője az időhurok jelenségében és hatásában szorosan összefonódik az időutazással, aminek természetével kapcsolatban két jellemző álláspont létezik. Az egyik felfogás szerint az időutazás legnagyobb problematikája a múltba való akaratlan vagy szándékos beavatkozás Lásd vissza a jövőbe filmek. Az itt emlegetett nagypapa paradoxonnak nevezett elmélet lényege: hogyha valaki visszautazik a múltba, és megöli a saját nagyapját, mielőtt az még gyereket vállalhatott volna, az elvileg azzal jár, hogy az időutazó sem születhet meg, és így a gyilkosságot sem követheti el. Germain Tobár egyetemi hallgató és témavezetője dr. Fábio Costa 2020-ban azzal az elmélettel cáfolta meg ezt a végkövetkeztetést, hogy az események a beavatkozás hatására újra kalibrálják magukat, és így sem a végkifejlet nem változik meg, ami megfelel a hagyományos fizika felvetésének, sem pedig az időutazó nem veszti el a motivációját, mindig lesz oka visszautazni és beleavatkozni a múltba. Stephen Hawking elmélete lehet az időutazás egy másik módja. Ő a megoldást egy olyan speciális féregjúban látta, ami nem a tér, hanem az idő két pontját köti össze. David Deutsch szerint ezeken a pontokon hathatnak egymásra a sok világelmélet idősíkjai, melyek egy eseménynek többféle lehetséges végkimenetele okán párhuzamosan jönnek létre eltérő előfordulási valószínűségekkel. Ezt az elméletet használja fel a Minden, Mindenhol, Mindenkor című film. Az időt összekötő féregjáratok közelében az idővonalak keresztezik egymást, ezáltal átmehetünk egyik dimenzióból a másikba megölni a nagypapát, és ilyen módon hatással is lehetünk arra az eltérő dimenzióra, azzal a keserű pirulával, hogy a saját dimenziónk jövőjében nem érünk el változást. Ha többet és átfogóbban szeretnétek tudni arról, hogy mi az idő, akkor érdemes meghallgatnotok a szokolébresztő 179. adását. És akkor az időhurokhoz visszakanyarodva, a belekerült főhős akaratán kívül kényszerű sorozatosan beleavatkozni a múltjába, amiben a hurok taszigálja vissza. Ő az időt nem egy lineáris, végtelen dimenzióként tapasztalja, hanem egy körként vagy hurokszerűen záródó gyűrűként, azaz ismétlődő folyamatként, ami szintén egyfajta predestinációt feltételez, vagyis azt, hogy az eseményeknek egy adott módon kell megtörténniük. Ebben a felállásban a hős az első-második ismétlés után keresni kezdi a logikai és morális okokat, igyekszik rendbehozni az elhibázott döntéseket, a helyére illeszteni saját mátrixa elmozdult pixel Mintha a Tobár és Kosta elmélet szerinti visszarendeződéshez asszisztálna az idő két pontját összekötő féregjúban. Ti mely filmekben találkoztatok időhurokkal? Melyik megoldás fogott meg titeket leginkább, Mina? Jó, jó tehát hogy velem kezdjük. Azt tudni kell rólam, hogy nem szeretem az időhurkos filmeket. Jó, <laughs> Lát, ez, ez jó, igen. Tehát nekem ez kihívás volt ö, megnézni, mert egyébként amikor láttam a trillert eszembe se jutott, hogy, hogy én ezt megnézem, de egyébként főleg azért, mert amikor megláttam a baba maszkos főmuftit a plakáton, akkor már eldöntöttem, hogy ez nem nekem való lesz. Akkor te is most nézted meg először. Igen, igen most, most láttam először ezt a filmet, mind a két filmet, hogy egész pontos legyek de ettől függetlenül persze már láttam időhúrkos történeteket, még gyerekként volt, például az x aktákban is van ilyen epizód, meg van a Sliders-ben, úgyhogy főleg én sorozatokban találkoztam ezzel a momentummal, de én annyi ilyet láttam még valószínűleg gyerekként, valamiért nem is fog meg ez a dolog, hogy újra éljük ugyanazt a napot, és ez kicsit mindig más, hogy kell, hogy alakuljon, mert próbáljuk kitalálni, mi a helyzet ez engem sose kötött le, de érdekes volt most ezt a filmet így, 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 megnézni. Az eredet az, ami kapcsolódik is egy kicsit talán ehhez, azt nagyon szerettem, de az nem egy időhurkos film. És egyébként akkor, ha nem, nem is szereted annyira ezeket a filmeket, ez a konkrét film, ahogy itt megoldották, meg ahogy itt tárgyalták ezt az egész témát, az, az, úgy azért valamennyire tetszett, vagy ez sem igazán kötött le? Ezt azért szerettem ezt a filmet, mert nagyon jól tudott lavírozni a, a humor, kicsit a thriller, meg, meg, ez, meg az kifi vonalon annyira, hogy, hogy kicsit, tehát hogy nem vettem túl komolyan az egészet. Én azt szok, nem szoktam szeretni, mikor elkezdjük túl komolyan venni, és így bele zavarodnak az alkotók, hogy mit is akarnak kihúzni a dologból. Ez volt annyira komolytalanul véve, úgy a műfaj is maga, vagy a műsor is maga, hogy végül nem éreztem azt, hogy hú, én most itt mindjárt felrobbanok, mert már megint valami űrültséget követtek el, és ez nem klappol de legalább átgondolt volt annyira, hogy, hogy azért nem voltak banális hibák benne. Tehát így, így egyébként abszolút emészhető volt, és egyetlen nem bánom, hogy végül meg kellett néznem. Dani, neked volt bármilyen más ilyen időhurkos filmes élményed? <gazodik> hát egy-kettő volt, de azért most itt Milánnak feltennék egy gyors kérdést, azért az idétlen időkig. Nem, nem láttam. Nem? Tehát, hogy én így, így, így valószínűleg gyerekként így túl sok ilyet láthattam, hogy nem tudom, ilyen különböző epizódokban. Az a baj, hogy valószínűleg sok rosszat láttam, sok rossz példát magam előtt. Most nem állítom, hogy amiket felsoroltam, azok rosszak lettek volna, mert rég néztem. Nem, mert csak. De Bill Murray miatt is ajánlani igen, tudom. Igen, tehát hogy igen, tudom, Bill Murray, tehát má, ő, többen is ajánlottak nyilván. Valószínűleg ezek után majd megmerem nézni. Ez valószínűleg egy rossz tapasztalat volt, én azt gondolom, így gyerekként, és és beégett nekem, hogy ez nem nekem való, de egyébként lá, talán mégsem. Mi le, nem jó egy podcast műsor. Tehát. Itt iszom, hogy egyébként pont az idétlen időkig volt egy olyan, amilyen kezdésnek egy olyan film volt az időgurkok kapcsán, amilyen nagyon megfogott, mert annyira a hétköznapokat adta vissza. A maga kis romantikus, és egyébként Bill Murray, hát a szerintem zseniálisan humoros formájában. Ennek kapcsán ez a film szerintem, ahogyan majd el is hangzik benne, mint hogyha ennek egy átdolgozása lenne. Nem tudom, sorolhatnék filmeket, hogy mi az, ami időhúrok, és tetszett most igen, ott a 12 majom a maga módján említett időúrok per predestination, annak a története az egyszerűen zseniális, hogy hogyan lehetsz önmagad felmenője, közepesnek mondom a holnap határát részemről, hmm. Nem tudom, ott a primer, most sorolhatni lehetne filmeket, de hogy mondjam, a looperben megfogalmazott mondat az ami igazából tetszik az időgurkos filmeket illetően, nem kell túl gondolni, nem kell átbeszélni, ez csak egy történeti szál, amit a film felhasznál. És ebben a kvázi slasherben, amiről majd most lesz szó, szerintem nagyon nagyon jól használják ezt mint ö, félelemkeltő eleme. Igen, igen ezen egyetértek. A 17-es Boldog Halálnapot univerzumában Teresa Tri Gelman spontán és váratlanul esik az időhurok csapdájába, ami Tri felébredésétől az aznap esti meggyilkolásáig tart, újra és újra átéli a halála napját, ami egyben a születésnapja is, haha, -ha, hurok a hurokban. Sok más elődjéhez hasonlóan ebben a filmben is fontos szempont, hogy a jelenséget megélő Tri környezete a hurokból semmit nem érzékel. A feszültség egyik fő forrása tehát, hogy a főszereplő egyedül, izoláltan tapasztal meg valamit, amivel szemben látszólag teljesen tehetetlen vagy esélytelen, Emlékeztet engem ez speciál a, mondjuk a generalizált szorongásra, a depresszióra, esetleg a gyász folyamatára, az is egy nagyon hasonló érzésvilág. És itt a horrornak ezt a klasszikus eszközét, tehát ezt a tehetetlenségérzést, ezt az izoláltságot, egy új dimenzióba emelve, nem is akármilyen dologról van itt szó, és nem is akármi ismétlődik. A lány egyenesen a meggyilkolását éli újra, ami ugye egyben a hurok indikátora is, és próbálja minden alkalommal ezt elkerülni, ami szituáció bármelyikünk idegrendszerét kikezdeni. Szerintetek miért tréve történik mindez? Milyen embernek tűnik a film elején? Én nem el akarom kimondani azt a szót, amit így most így megfogalmazódott benne, hogy ő hogyan viselkedik így a film elején. Nem mondjuk ki, hogy egy hülye picsa. Na, no, köszönöm, köszönöm, nem nekem kellett kimondani két társaságában ezt a szót. Tehát így, Az, a kezdet nagyon nehéz volt ennél a filmnél nekem már csak azért is, mert nyilván nagyon nem tudtam azonosulni szegény Trével. En, ennek persze az volt az oka, hogy utána legyen hova így jelenfejlődni a karakternek, meg, megváltoznia. De hogy miért pont Trivel történik ez az egész, ez, ez számomra nem derült ki. Be, itt neke, lehet, hogy amúgy a műsorból ki lehet következtetni, de nekem ez így nem rakódott össze a két film alatt, hogy miért pont ő az első ilyen. Szerintem kimondtad kis súnya szóval a választ, hogy miért pont ő. De hát azért, mert, hogy, mert hogy ő egy nem, nem jó ember, vagy épp, éppen Igen. egy olyan alak, akinek bőven lenne lehetősége jelen fejlődni. Hát ha ugye veszük a szituációt, ugye őt valaki meggyilkolja, és hát hálás téma egy olyan ember, akit nem sokan kedvelnek, és aki sokakat magára haragított, mert akkor ugye itt ugye nem tudjuk, hogy ki a gyilkos, mert állarcos. És akkor ugye sok mindenki lehet gyanús, mint potenciális gyilkos. P Persze. Persze, az, az, is lehetne, az is lehetne izgalmas, ha valakit elvileg mindenki szeret. De, de igazad van abban, szerintem is, hogy, hogy, hogy így, így be tud járni egy karakterfejlődést. Meg igazából én visszahoznám még egy kicsit ezt a gyásztémát is, mert ugye Tri anyja meghalt pár éve a történet szerint, és a gyászát is ki, le, ki lehetne emelni mert ugye ez is egy izoláló érzelem, és ugyanúgy tehetetlenül benne ragadt ebben az érzésben, ahogyan benne ragadt a, a, ebben az időhurokban is. Szóval én valahol érzem ezt a párhuzamot. A filmben nem is szaladunk előre, de a... Háromnegyedénél elhangzik egy tétel amikor elmennek randizni és ö, beszélget Kárterrel. Igen, közben eszembe jutott a neve. Így egy karakterrel, akit még nem vezettünk fel a történetbe, hogyha újraéled minden nap ugyanazt az egy napot, akkor így apránként rájössz arra, hogy igazából te ki vagy. Tehát igazából a film kimondja azt, hogy ő, ő tudatosan végig megy egyfajta jelenfejlődésen. Ha nem is tudatosan, akkor első körben indirekt módon, utána meg majd ahogyan a kárta a kapcsolata egyre jobban elmélyül, már tudatosan. És igen, itt jön az, hogy értelmezhetjük úgyis a film mögöttes mondandóját, hogy igazából a gyászt akarja feldolgozni, vagy a saját gyászát. Abszolút, mert hát nyilván azért is lett belőle rossz ember, mert hát idézi ebben rossz ember. Tehát egy olyan valaki, aki csak magával foglalkozik, és próbálja a külvilágot 100%-ban kizárni, és nem empatizálni senkivel gyakorlatilag, mert az édesanyját elvesztette, és ez egy olyan gyászidőszakot indított el benne, Szóval nyilván, nyilván, van hova, uh, hova ezt, ezt, feldolgozni, meg hát ezzel többet kell volna törődni, és nem a szőnyeg alá söpörni. Ez egyértelműen erről szól. Igen, így nem igazán tud, és nem is igazán akar kötődni senkihez érzelmileg. Ha már itt tartunk, és a film eleje még mindig, akkor abszolút nem értettem, és ezt magyarázatok el nekem. Miért van az, hogy a csengő hangja, az ez a birthday ö, zene, és, és miért az apjához van társítva, vagy ez egy általános csengő hang a csajnak, és minden nap ezt szólalna meg egyébként? Nem, én úgy tudom, hogy Lória szobatársa, szivatásból állította be. Ez a hangzik, akkor ez nekem így nem esett le. Van, van, egy ilyen rész, de egyébként azért az dramaturgiailag is kellően jó, hogy azért igen idegesítő az a dal. <laughs> <laughs> igen, igen, és az is részben egy eleme. A, a, film ez tényleg ugye úgy kezdődik, hogy, hogy Tri felébred Carternek a kollégiumi szobában, szobájában, egy húzós éjszaka után, kisé másnapos, sok minden kiesett neki, és ugye megszólal ez, ez a zene is, ez a birthday zene, és sok olyan elem is történik, még rájuk nyit Carternek a szobatársa, Ryan, aztán amikor Tree Tri kimegy a, a kollégiumi szobában, akkor is annyiféle zaj és esemény történik, elindul egy szökőkút, megszólal egy autóriasztó, elájul az egyik srác, sorban olyan események, ami, amiről szinte már kiabál, hogy itt ez, ugye ez egy időhurok lesz, és ezek mind-mind-mind újra meg fognak történni, mint egy ilyen checklisten, ugye kipipálhast, hogy igen, ezeket láttam, igen, és ezek újra megtörténnek, tehát eléggé erőteljesen az arcunkba tolják ezeket az eseményeket. Kereszt kérdésem lenne csak, hogy egyébként ez egy milyen bűfajú film? Ez egy horror végjáték. És horroron belül? Tehát egy slasher, vagy mi akarna lenni? Hmm, ez jó kérdés. Nem próbáltam kinyomozni, egyébként, hogy minek kategorizálják ezt a filmet. Filmnek ugye a plotja az, hogy ő meghal mindig, aki itt egy késes, gyilkos üldöztet. Ilyen szempontból egy kicsit slasher, de nincsenek benne igazából csak annak egy része van meg a slasher meg ugye a karakterleosztás is olyan fura ahhoz mérten. Amúgy nekem az volt a benyomásom, hogy ez egy elég vegyes vágott, tehát olyan sok mindent, féle dolgot belerakott a, 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 Landon. Inspirálta ugye az idétlen időkig, és a sikoly című film, tehát ugye annak valahol egy ilyen keveréke, és akkor még, Gondolom, más uh, skiffik is uh, megihlethették ebben a dologban, szóval nagyon sok minden van belepaszírozva. A sikoly az olyan szinten, hogy aki a maszkot kidolgozta, a Tony Gardner, aki a sikoinál is a Ghostface-t kreálta meg. Na, hát akkor itt is megvan ugye a kapocs. És hát igen, e, ö, ennek a filmnek is megvan ez a klasszikus ki a gyilkos koncepciója. Mert ugye itt is egy babamaszkos gyilkosunk van, ahogy erről beszéltünk, ezért is volt hálás téma a trit választani, mert É, nem tudom hogy ti, hogy vagytok vele, de, de, én is találgattam az elején, hogy ki lehet a gyilkos, mert ahogy ugye végigmegyünk a szereplőkön, hát ugye Carterrel sem igazán kedves tri, és eléggé olyan, olyan flagma vele, és lenéző vele, amikor ott hagyja a kolesz szobában. Egy aláírást gyűjtő lányt is így eléggé figyelmen kívül hagy. A szobatársával, Lorival sem igazán kedves, pedig Lori ugye kínál neki egy, egy muffint, vagy mit, egy ilyen kis kápkéket, amin van egy szál gyertya, azt sem nem akarja megenni, sőt, eldobja. Tehát, hogy nagyon, tehát a nagyon sok mellékszereplőn, vagy fontosabb, vagy kevésbé fontos mellékszereplőn keresztül bemutatja a film, hogy ő hát igazából senkivel se jó fej. És hát ezért nagyon nehéz kitalálni már így az elején, az első néhány jelenetből, hogy akkor most ki lehet a ki lehet egy gyilkos. Ja, és ugye Trinek még egy viszonya is van az egyik professzorával, aki ráadásul nős, tehát, hogy és még a feleség is majd, hogy nem rajta kapja őket, szóval elég sok embernek állhat érdekében az, hogy ő ne legyen a képben tovább. És így professzortól független viszonyát nézve már a film elején előugrik egy srác, akivel kavart, úgy, hogy közben egy előző srácnak az ágyából mászik ki, akivel még nem tudjuk, hogy milyen viszonya van, és ezt követően még az este, mint így igazából egy kellőképpen férfias karakterként, vagy nem tudom azt mondani, hogy férfias, igazából egy olyan nő, aki így kezdeményezés megpróbálja megszerezni azt, amit akar, be akar cserkészni egy másik srácot, mert neki ő szimpatikus. Tehát igazából úgy... Én egyébként eleinte nagyon a ízére gyanakodtam a kárterre, a, a srácra, akinél ugye felébredt, tehát ugye Én nekem is. volt az első ilyen, ilyen célpontom, de utána már nem is próbáltam meg egy idő után kitalálni, mert mert nagyon nehezen lehetett ezt megjósolni ennyi rossz akaró mellett, és hát az ember általában azért ilyenkor elkezd figyelni a jófej embereket is körülötte, hogy kik a barátok, mert azért néha nem kell messzire menni, hogy megtaláljuk, hogy ki az, aki nem lesz kedves, és a pont a legkedvesebb karakter, vagy aki legkedvesebbnek mutatja magát. Igen, és hát Carter például olyan tipikus idegeskedő, olyan kis geek srácnak tűnik, akiben lehet, hogy van egy csomó elfolytott feszültség, ugye az ember rögtön elkezd kombinálni, hogy és sajnos csúnya sztereotípiákhoz nyúlni, hogy, hogy hát ha akkor ő így majd rájön arra, hogy, hogy, hogy ki a gyilkos. Lesz is egy jelenet, amikor azért Carternél megpróbálják elhinteni, hogy mi az, mi lenne, hogyha ő lenne, az, hiszen ahogy majd megközelíteni fog hozzá egy kórházi jelenetnél, akkor ugye összemosódik az arca így a maszkal, és csak a végén lehet majd kivenni. Azt egyébként akartam mondani, hogy a, a maszkot ugye mondtad, hogy, hogy a sikolynak a Sikhmasnak a készítőt csináltad, de hogy egyébként a rendező az úgy tesztelte ezt a maszkot, hogy ijesgette a kollégákat az irodában. <laughs> Igen. Hát, hogy itt hogy mennyire hatásos, hát hatásos volt. És akkor ugye estére el is érünk oda, hogy, hogy egy buliba készült tri, és akkor miközben este természetesen tök egyedül, tehát ilyen tipikusan áldozat a lány is ezzel, hogy, hogy tök egyedül, ugye a kampusz területén, ő akkor elindul abba a buliba, és akkor ott úgymond ijeszt először ez a babamaszkos gyilkos, és azt hiszem ott is, ott is éri az első meggyilkolást talán hogy át akarna haladni egy alagúton, ha jól emlékszem. De javít csak Igen, a két az évvel, de... Igen, az aluljáróban késődik meg. Először is felriad. Először a 11-ből. Az az érdekessége ennek az időúroknak, hogy érzi még azt a fájdalmat, ami előzőleg érte. És ugye a további időúrkok során ugye erre vissza is utalnak, hogy úgy néz ki az orvosi leletei alapján, mint aki tényleg többször megszúrtak, vagy, tehát hogy, hogy ezek a sebesülések hatnak rá, és egyre rosszabbul van ugye, az új, attól, hogy újra és újra megölik. Ez nagyon tetszett egyébként nekem, hogy, hogy véges a lehetőségeinek a tárháza ilyen tekintetben, tehát hogy örökké nem igen. nem hallhat meg újra és újra, mert igenis a szervezete bánja, és egyébként vártam is valami, nem tudom, valami végkifejletet a keddi napra, hogy majd akkor így úgy kell föl, hogy akkor azonnal a kórház, mert ezt már nem lehet kibírni. <laughs> Tényleg, és e ezt végül nem csavarták tovább, mint hogyha a, hurok megtörésével így igazából, úgymond ez az átok is, vagy nem tudom, ez a hatás is ö, megtört volna. Nekem ez ö, inkább egy ilyen, nem azt mondom, hogy easter egg volt, hanem egy elültetett egy olyan gondolatot a fejemben, hogy ez nem egy szimpla idő hurok lesz. Tehát onnantól kezdve, hogy most az idétlen időkigből indultam én ki, meg a többi hasonló filmből, ugye egy időhuroknál azt a tárgynapot éled újra, és ugyanazt a tárgynapot éled újra, meg minden. Itt viszont meg az előzőből áthozol magaddal valamit. Tehát, hogy nem csak emléket, hanem fizikai hatást. Igen, maradványok is vannak. Igen, igen és egyébként, igen, igen. amikor végignéztem a másodikat, akkor azt éreztem, hogy hogy ezt a filmet majdnem biztos, hogy egyben találták ki, tehát, hogy volt annyira jó az összetétele a kettőnek együtt is. Én ebben nem vagyok biztos, én nem vagyok erről meggyőződve, persze lehet más ebben a véleményünk, csak hogy hogy nekem olyan érzésem volt, hogy utólag toldották hozzá ezt a fajta tudományos magyarázatot, ami majd a második részben lesz. És, és mert hogy így annyira nem is passzol bele, tehát akkor miért, miért maradtak? meg ezek a hatásoknál mert ugye a második részben már, ráadásul ott keveredik is, mert ott egyszer van időhurok is, meg vannak különböző dimenziók, tehát az már egy kicsit, kicsit olyan, az is nem vegyes felvágott. Igen, ez is. is érdekes, hogy most minek használjuk az időhúrkot. Egyébként lenne egy, egy filozófiai kérdésem hozzátok. Ugye egy ilyen helyzetben, ugye Tri is azzal a, azzal a kézenfekvő megoldással is él, vagy hát hogyan fogalmazzak, hogy jobb emberi igyekszik válni, ugye, hát ha ez töri majd meg ö, az időhúrkot. Szerintetek ilyenkor az embert vezényelheti valódi megbánás? Én nagyon úgy vettem ki, hogy ebben nincsen tudatossága részéről. Tehát ő nem azért kezdett el úgy felkelni az nap, vagy azon a napon, hogy jobb legyen. Minden nap felkelt valahogy, attól függően, hogy hol alakultak az előző nap eseményei. Ha sikertelenül járt, egyre idegesebb és dühösebb lett és mérgesebb volt. Ha sikerélményei voltak, a következő napon már tök tudott felkelni, mert úgy érezte már közel a cél, és már biztosan meg fogja oldani. A következő nap végre nem kell, nem kell újra ezen a napon ébrednie, amit még ugye meg is szivatja Kárter de de hogy itt szerint... Az ez nagyon nagyon jó élet. Az nagyon volt. Azt, az, azon én is kiakadtam volna a helyében. De hogy szerintem nem volt ebben tudatosság tri Ez, ez ösztönösen történt. Szerintem ő ennyire nem, nem volt megfontolt karakter hogy erre rá megy, mozduljon. Persze, persze, csak hogyha egyébként van egy ilyen kényszerítő tényező, és az embernek sok mindent át kell gondolnia, akkor azért ez egy érdekes kérdés, hogy egyetlen úgy lelkileg is oda megérkezett -e, hogy ő igen, azért is ül emiket. az apjával beszélni. Azért is beszélik meg azokat a dolgokat az egyik nap a vége felé már, mert érzi, hogy, 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 hogy ennek az, hogy ahogy ő viselkedik, meg amiért nem áll szóba az apjával, annak komoly ilyen traumák az okai, amúgy ugye az anyukájának a halálából eredés, és ezt meg kell beszélni, de nyilván ehhez átmegy pár beszélgetésem még előtte Carterrel is, tehát azért ezeknek meg kell történni ahhoz, hogy ő is magába tudjon kicsit jobban nézni, és azért mások is felnyitják a szemét. Minden nap valahogy más, hogy látja ezeket a dolgokat már. Úgyhogy ez őszinte, én nem gondolom, hogy ő itt kamuzott ezekben a jelenfejlődős jelenetekben. Mások is felnyitják a szemét, az egy jó kijelentés, hiszen igazából Carter az, aki fokozatosan felnyitja a szemét, azzal, hogy ő irányába hogyan viselkedik ő... Körülbelül ugye a második részt, amikor kitállva neki, önzetlenül próbál segíteni, és hisz neki. Innentől kezdve ugye abból indultunk ki, hogy ő egy olyan lány, aki valószínűleg megtört. Ebből kifolyólag egy olyan életet tél, ami eléggé kicsapongó, és így nagyon-nagyon via -nagyon példát tudok most csak mondani, mint amikor egy ilyen sebzett személy először találkozik így az őszinte szeretettel, és ö, elkezd nyitott lenni az irányába. És ez az, ami elindítja a jelen fejlődésben. Mert uh, van ugye az a jelenet, amikor tök gyorsan végig megyünk különböző hülyeségein, amikor így pucéra megy, össze-vissza, már meg igen, igen. Uh, Ott például tök jól használják az idővurkot arra, hogy bemutassák, hogyan omlik össze. Uh -huh. Az van, hogy kikészül, utána meg tiszta ideg lesz, és itt jönnek a gyásznak a stádiumai, hogy tagad, elfogad, beismer, stb. többi. Igen. Ja. Carter az, aki nagyon jó hatással van rá ebben a dologban, hogy ő jelen fejlődjön. Egyébként, hogy az imént említettétek, ugye több csavar is meglep minket a történetben. Tri többször is rossz irányba kalkulál, amikor a hurok megtörésében reménykedik. Hiába lesz jó ember, hiába öli meg a sorozatgyilkos, és Gyilkost, és egyszer saját magával is végez, amikor Carter a, ö, ugye meghal a bűnöző keze által, és annyira megijedt Tri, hogy ez nehogy véletlenül így maradjon, hogy inkább öngyilkosságot követel, hogy biztosan újrainduljon a hurok, és ott ugye ismét éljen kárter. Tehát hiába rendezel mindent, ugye az apjával is megbeszéli azt, hogy ő mennyire rosszul érinti ezt, hogy, hogy, az anyja nélkül ugyanúgy megtartják a szülőnapokat, mert ugye Trinek a születésnapja egy napon van az anyjáival. Tehát ezt is elrendezi. Ismét az időhurokban ébred, utoljára az azért döbbenti meg annyira, mert tényleg mindent elrendez, és, és nyú, békésen tud nyugovóra térni, de ugye előtte megeszi még azt a süteményt is, amit Lori ő, nyújt neki. Aztán mégis ismét a hurokban ébred, és akkor rájön, hogy nem, tehát, hogy nem a gyilkos kezáltal halt meg, máshogy nem alhatott meg, mint álmában. És uh, akkor ugye rájön, hogy, hogy Lori a szobatársa mérgezte meg a süteményt, és hogy Lori itt a fő kolompos, és Lori ugye ápolónő, és ő volt ezek aki ezt a sorozatgyilkost is ugye kiszabadította onnan a, a bilincseiből, és ugye így tudott elszabadulni ez a sorozatgyilkos, és így, így tudta leszúrni uh, trít is. Tehát minden, mind, minden mögött ugye Lori a szobatása állt, mert ugye uh, Lori is uh, um, szerette a professzort, és féltékeny volt uh, Tríre emiatt. Végül ö, Tri ugye Lorit is kilöki a, a kollégiumi szobájuk ablakán és is, is megöli, és aztán ö, ö, megint ö, felébred A ö, Tri a kollégiumi szobában, és itt kapunk még egy gonosz csavart, mert hogy ö, megint olyan, mint hogyha a hurokban ébredt volna, ugye, és ez az, amiről beszéltetek, és akkor ö, az ember megint fogja a fejét, hogy de hát mi, hát mi lehet még akkor a megoldás, és akkor kiderül, hogy Carter viccelődik vele. Tehát hogy az egész történet végén uh, Tri tulajdonképpen Lori megölésével szabadította fel magát, és ezzel a fajta leszámolással tette teljes és saját megváltás történetét, mert kezdetben ugye egy morálisan megkérdőjelezhető szereplő volt, hogy beszéltünk róla, és akkor során és Carter hatására is egy pozitív irányú karakterfejlődésen megy keresztül, és nem csak jóvá teszi elhibázott döntéseit, és uh, sikerül elengedni a gyászát is az anyával szemben, ugye az apjával megejtett beszélgetés volt annak úgymond a csúcspony és emellett még ugye végrehajt azért egészen nagy volumenű hőstetteket, önmagát is feláldozza kárterért, tehát így lesz ez kerek. Magyarázatot viszont a, a film végén sem kaptunk arra, hogy az időhurok ez hogyan jelent meg és miért. A Lori megölésével ugye, amilyen spontán jött ez az időhurok, olyan spontán el is vonult, a filmben kapott csavaroknak sikerült meglepniük titeket azon a legutolsón túl egyébként, ha a többi csavar, ami a filmben volt. Tehát, hogy mennyire éreztétek kiszámíthatónak a, a végkifejletet? kiszámíthatónak már, már melyik részét, hogy, hogy ki a gyilkos? Vagy? Hát hogy végül ki lesz a gyilkos, igen, ki lesz a gyilkos, merre Abban megy Abban biztos szénet? voltam, hogy ezt, tehát, hogy nyilván túl meg fogja találni a megoldást. Ez, én, én, nem gondoltam, ellentétben a bizonyos horrorfilmek típusánál, hogy itt most végleg meg fog halni a csaj, mert azért ez nem erre a fajta típusú horrorra jellemző. Persze csak, hogy például azt, azt, azt kitaláltad-e, vagy mikor jöttél rá, vagy rájöttél -e egyáltalán, hogy, hogy ki lesz a gyilkos. Én, abban se voltam. Én először, amikor mondta, hogy a Lori az, én abban se voltam biztos, hogy igaza van. Mert pont azon gondolkodtam, még amikor először néztem végig a filmet, mert hogy egyébként kétszer is megnéztem, hogy tényleg átlássam egy picit főleg az elsőt, hogy, hogy így, de hát mert egyszer megette a sütit, akkor, akkor miért nem halt meg? De aztán rájöttem, hogy igazából először nem ette meg a sütit, csak elkezdte bontogatni, és így bele akart majszolni, aztán mégse. Szóval nekem először nagyon meglepő volt, hogy végül is így egy sütítő halt meg, és tehát hogy abszolút nem. Ez, ez nekem nem volt annyira. Ne egyetek sok süteni. Ja, igen, hát el is hangzik ugye a híradóban, hogy ez olyan butaláság volt, mert hogy mi kapások soha nem eszünk muffint. Nem eszünk. Igen, tényleg nem eszünk cukrosat, meg nem hát, eszünk sütőt. Igen, ez elhangzik. És egyébként is nem tudom. Zseniális ez a lezárás. Igen. De ott már humroknál voltam, voltak. Komolyan, egy kapásnak sütemény? Igen, ott már humroknál voltak a, a, készítők nagyon, és ez a másodiknál sokkal jobban kicsúsosodik szerintem. Dani, téged megleptek fordulatok, vagy hogy ki, a, a végkifejlet? Az elején a Kártel Lori szintjén voltam, hogy kettőjük közül valamelyik. Üm, tippre. tipre Ja, te már el, elősőre is ö, gyanakodtál Lorira Aha. is, ezek szerint? De csak azért, mert uh -huh. hogy néztem a filmet, és úgy... annyira buta volt a többi karakter. <laughs> Tényleg így annyira <laughs> Jó. hozták azt Igen, a stereotíp formájukat, hogy tény, rajta voltak a listán, meg minden, mert ki tudja, de ettől függetlenül úgy nem éreztél mögöttük olyan szándékot. A Carternél igen, az a kis csendes, fura geek gyerek, aki esetleg valami, a Lorinál meg úgy, úgy ott volt egy ilyen, ahogy a dramaturgáról fölépítette a film, egy ilyen hűvös távolság tartása, ahogy ott ült. De utána én is így fölültem magának a filmnek a hangulatára és a vonulatára, baromi jót szórakoztam rajta, és igazából egész kellemesen meglepődtem a dupla csavaron. Tehát egyrészt a sorozatgyilkos szálon, másrészt pedig így ezen a cliffhangeren a végén, hogy akkor még egyszer fölébred, az, az szerintem valami jó volt. Tehát ezt nagyon-nagyon ügyesen csinálták meg az első részt az a, a gyilkos elégedett lettem volna, úgy én azt is elfogadtam volna, ha itt érünk véget. Tehát, hogy én azon se lepődtem volna, meg sőt, igazából pont azon a gyalt, amikor fölment, nem is tudom, toronynak, tehát, vagy, vagy az a kórház, ugye? A kórháznak a, igen, a igen, egy ilyen legfelső szintjéről is. Torony, valami. És azt néztem, hogy most, Úristen, tényleg fölmész, leugrasz, és így már az a sokadik napod, hogy fogsz holnap felkelni, belegondoltál? <laughs> Igen, még vártam is, hogy így ki, ki, lesz a nyakai, nagyon, nem is az, hogy törve, de hogy mindenki nagyon elaludta, tudod, és akkor ilyen ferdén fogja tartani a fejét, de de végül nem, nem, nem volt benne. Erre a második részben nem. rájátszanak majd. Igen, igen, igen. Szerintem is borzasztó szórakoztató volt a film humora. Én emlékszem, hogy én is ugye teg, tegnap vagy tegnap előtt néztem meg, pontosan pár napja néztem meg, és hogy én, én sem ilyen nagy reményekkel ültem le elé, gondoltam hogy egy ilyen zsékategóriás tucatóról, ezt jumpscare-ekkel fog majd ijeszgetni, de ehhez képest ugye a, a, a humora, az nekem is nagyon tetszett, és meg a lendülete, ugye a, nem is tudom, az első harmad után úgy elkezdtem azt érezni, hogy na, hát ez, ez, le, ez szórakoztat. Ha nem is ilyen hiszonyatosan okos és tudományos, attól még nagyon szórakoztató film. Tehát hogy abszolút, abszolút tetszett, és egész lelkesen vágtam bele rögtön a második részbe is. És igen, ugye 19-ben jött ki ez a második rész, és sokkal-sokkal elvetemültebb, néhol már egyenesen fekete humora van, és ugye a szituáció is sokkal meredekebb ugye az első részben megismert karakterrel ryan kezdünk, aki ugye Carterrel szobatás, és ugye az első részben ugye ott láthatjuk őt, amikor Tree feriad, ugye ezekben az időhurkokban, és nem sokkal később ugye Ryan mindig rájuk nyit. Ez az a Ryan, akivel a második részt kezdjük, és kísértetiesen hasonló történetmeséléssel kapunk képet a, a, napjáról, ahogy indul. Ugye felébred a kocsiában, amit tele van szeméttel, és akkor ugye ő is elindul ugye a kolesz szobájukhoz, és ott is történnek mindenféle effektek, és akkor az ember már várja, hogy na, jegyez meg, mert itt ez a bokorból felálló ember, aki így ráj, ezt még látni fogod egy pár szóra a film során. mert ugye egyszerűen ugyanígy mesél, és, és ugyanaz feltételezett, hogy itt is időhurok lesz, és egyébként tényleg időhurokba ragad. Ráadásul ugye abba a napba, ami, ami tri szülőnapja után jön, tehát a rákövetkező nap az, ami, ami, ami ő beleragad. Mint hogyha a tri-től örökölte volna át ezt a valamit, ugye ez is azért egy érdekes összecsengés, ami az elsőben is tetszett, az itt a másodikban is benne van, hogy a karakterek ugye beszélnek erről, hogy időhurokba ragadtam, segítség. És ugye az első részben uh, uh, Carter is uh, nem bagatelizálta ezt el, ennek is nagyon örültem, mert ez is egy klasszikus horror hogy a, hogy a főszereplő sorsát a környezete elbagatelizálja, meg nem veszik elően komolyan, és ezzel is kicsit húzzák az időt, meg, meg növelik a tétet. De, de, itt ez, nem ez volt. És itt a második részben is, amint Ryan ugye beszél erről, hogy, hogy ez, a, ez az események már megtörténtek vele, ugye ugyanúgy a kol koleszobába belépve és oda leülve az ágyra mondja ezt el. És ugye a tri ez nyilván rögtön ráharap, hiszen előzőleg ő is ugyanebben a cipőben járt, nem is olyan rég, ugyebár, kb. egy éjszaka telt el az idővonal szerint. És ő a kezébe is veszi az ügyet, és igyekszik segíteni rájönnek. Ugye hamar kiderül, hogy mi okozta az anomáliát, ugye egy aféle időgép, amit Ryan és két barátja raktak össze, és amikor ezt a hibát helyre akarják, ja, egy itt is olyan nagyon érdekes, mert ugye Ryan is uh, ugye az időhurokjában, uh, annak a végén, ugye este szintén meggyilkolja egy baba arcú gyilkos, baba maszkos gyilkos, most a baba arcú gyilkos, az azért elég szimpatikus. <tos> <tos> baba maszkos gyilkos, és... Uh, és de viszont, uh, és ez szerintem tök érdekes elem lett volna, csak sajnos utána nem bontották ki, a maszk alatt szintén egy Ryan van, csak ő ugye a másik dimenzió ryan és akkor ő ugye Tri közbenjárásával, ö, és, a, és Ryan barátjainak közbejárása, hogy itt az időgépet kezdik el ott mahinálni, hogy akkor helyrehozzák ezt az anomáliát, és akkor itt félre csúszik valami, balulsül el, és innentől a történet új irányt vesz, eltűnik az a másik Ryan, és csak egy Ryan marad. Triúja szokásos módon felébred megint a már jól ismert kolesz szobában, a jól ismert kárterrel, aki megint ugyanúgy kutat valami alatt, valamit ott az asztal alatt, és hát ugye szum szummáron megtudjuk, hogy ez egy másik dimenzió, és itt Tri megint egy időhurokba ragad. De ebben a dimenzióban, ami egyébként szintén most már megint a szülinapjának a napja, Ebben a dimenzióban már sok minden, ezért másképp van. Ugye mondhatjuk úgy, hogy Carter lép csak egy napja járt, most mégis szembesülnie kell a tényel, hogy ebben a dimenzióban a fiúja másé. Tehát egy másik barátnője van, és előzőleg is ugye ismertük ezt a lányt, ugye aki mondja a híradóban az első Daniel. részben, hogy egy kapásról van, oh. nem eszik süteményt. Az, ő most ebben a dimenzióban Carternek a barátnője. Aztán megtudjuk azt is, hogy a Bama maszkos fickó, aki az első részből ismert sorozatgyilkos, ebben a dimenzióban nem sorozatgyilkos, és nem rávadászik, és Lori sem akarja őt megölni, ellenben a barátai nagyon is veszélyben vannak, és itt jön be ugye ennek a második résznek az elvetemült humora, amivel Trit senki nem akarja megölni, de Tree tudja, hogy a halálával indul újra az időhurok, ezért Kénytelen öngyilkosságok változatos és kreatív sorozatát elkövetni ebben a második részben. Tudom, hogy ez érdekes ezt így kijelenteni, de nekem ez volt a kedvenc részem ebben a második filmben, hogy hányféle módon öli meg magát. Főleg, amikor ott ül, szomorú szemekkel nézi Kártert és Danielt, ahogy turbékolnak szerelmesen a padon egymás mellett ülve és akkor a következő pillanatban kitalálja azt, hogy ő pontosan eléjük fog leugrani a tetőről, és akkor még így be is mutat a kamerának, és azt hiszem, akkor ott van talán bikiniben, vagy nem tudom, és konkrétan a szerelmes pár elé zuhan le. egy <laughs> Kicsit szó szerint belerondítson az ő idéli pillanatukba. És hát ugye ezzel a módszere, hogy ő mindenféle módokon megöli magát, ide igyekszik időt nyerni, hogy közben, közben a tudós csapat kidolgozza azt a képletet, amivel újra működésre tudják bírni a, az időgépet, meg közben ugye próbálják kideríteni azt is, hogy ki lehet a babamaszkos, gyilkos, és a másik nagyon lényegi különbség ebben a filmben, hogy itt, vagy dimenzióban, hogy Tri anyja itt Él. Ugye, Tri elmegy a, a szokásos szülinapi találkozóra az apjával, hogy elmondja neki, hogy az érzelmileg ezük mennyire megviseli, viszont legnagyobb a megdöbbenésére az anya ott ül. És ez okozza neki ö, ebben a részben azt, a, a morális dilemmát. Ugye, az előző részben a morális dilemma egy, egyrészt az volt, hogy ő jobb emberré váljon. Itt ugye már az, hogy ö, ez már egy magasabb szintű morális kérdés, itt azt kell, az, azzal kell megbirkóznia, hogy ezt a dimenziót és az anyját választja, vagy a saját dimenzióját és kártért? Tehát itt valahol ugye dönteni kell. És uh, ugye ezt pint kifolgásolták is uh, egyesek uh, a második rész esetében, hogy itt már szinte marginális a babamaszkos, gyilkos és, a, és ez a fajta horror és sokkal hangsúlyosabb a szerelmi és érzelmi szál. Nektek hogy tetszett? Uh, ez a fajta tovább szövése a történetnek. Na jó, kezdjük az elején. Amit mondani akartam, csak már nem volt rá lehetőségem, az az, hogy a, már az nagyon tetszett, amikor a, az Univerzál logó az első és a második filmnél is próbálta jelezni, hogy, uh -huh, igen. hogy, hogy, hogy mi, mi várható a filmben. Az elsőnél ugye jelezte azt, hogy itt egy ö, időhurkos film lesz, a másiknál meg ugye a több dimenziót jelezte, hogy itt lesz majd ilyen ugrálás. Ö, azt nem értettem, hogy miért Ryan a, az, akivel ez megtörténik újra. Ez, ez nekem nem tisztázódott, ez, ez az, amit uh -huh. most sem értek abszolút. Igen. Az tiszta, hogy, hogy a csaj végül is átkerül gyakorlatilag egy ilyen hiba folytán, ugye a másik univerzumba, de mi lesz az itteni ryan egyrészt, aki ugye amint, hogy aki kinyírta a, a helyi ryan és mi van, mi van az ottani trivel, akinek a helyét gyakorlatilag ő átveszi. Én, 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 azt vártam, hogy ő vajon, tehát hogy akkor, nyilv, akkor nem is tudom, ő hova tűnt? Igen, mert van is egy olyan jelenet, hogy nézegeti a fotókat, amik, vagy a videófelvételeket, amik közösen készültek az anyjával, a nem, nagyon is nem halott és nagyon is érő anyjával, és akkor ott még el is motyogja, hogy ezek nem az ő emlékei, hanem a másik trié, aki ebben a dimenzióban eredetileg él. Tehát, hogy igen, érdekes, hogy akkor hová tűnik ez a, ez a trié, aki ebben a dimenzióban élt eddig. És ezt nem magyarázza el. Főleg, a hogy ugye azzal nyitnak, hogy van két Ryan, akkor két trének is kéne lennie, és nem az kéne, hogy az ő testében igen. kéne megszületnie neki, csak nem a gép csinált valamit, amit abszolút nem magyaráztak meg, hogy hogy történt. Ezt nagyon sajnálom, hogy nem bontotta ki a film, mert ez is egy iszonyat érdekes morális kérdés, és lehetett volna ezen is egy kicsit pingpongozni, hogy most átveheted-e a helyét, és, és, és megölheted-e, hogy csak te maradj, vagy, vagy, hogy lehet megoldani egy ilyen helyzetet, vagy ha nem tudod megoldani, akkor hogy, élsz, hogy éltek együtt azonos dimenzióban, szóval ez, egy, ez is egy nagyon érdekes probléma. Jön jönnie kellett volna a TV-ának a Loki sorozatból, és le kellett volna nyesnie. <laughs> igen, ezeket a plusz lenyesni, igen, a szent idővonalat meg kell őrizni, a visszarendeződés, ugye. Ugye elgondolkodtattatok azon, az, amit előbb mondtatok, mert ez a film azért tetszik nagyon, mert ugye ahogy mondtam, hogy az időhúrkot úgy használja, igazából, hogy büntesse Trit. Olyan értelemben bünteti, hogy minden nap újra kell élnie azt, amit csinál. Az első részben ugye egy morális fejlődésen ment keresztül, amit egyébként be is látott, hogy fölösleges volt, de ettől függetlenül pedig jobb ember lett. És úgy eljutott egy pontig az életében. Ettől függetlenül ez a második rész pedig már egyfajta büntetés, hogyha azt vesszük, mert átkerül egy olyan e, univerzumba, ahol például Daniel elcsaklizza a pasiát, úgy, ahogyan ő teszi ezt meg az első részben, hogy el akarja csaklizni azt a srácot, akire Daniel akart rámozdulni. Tehát ez az első pofon, úgymond. Utána pedig jön az a rész, hogy igazából itt effektíve nincs súlya a jelenlétének, viszont meg kell halnia ahhoz, hogy újrainduljon a nap, ami Nekem annyiban egy kicsit logikai bukfensz, hogy mi van, ha nem hal meg, ha nem csak lefekszik aludni, tehát mindegy. De ettől függetlenül az van meg a fejébe, hogy neki meg kell halnia, ergo folyamatosan öngyilkol. Kedvenc jelenetem, amikor megisszak a sorok között a rovarítót. Úristen, vagy... én meg azt, azt szanálta az agyam, mert az valami tisztítószer, vagy igen, mi? Igen, igen, zsíroldót valami. És azt a, azt a sűrű, kék folyadék. Úristen, az nagyon, az nagyon. Kis aranyosan elszalad, ez valami hihetetlen. Uh, és egyébként a végén pedig egy áldozata hozatal lesz, amit neki meg kell tennie, hogy ott van az anyja, meg lehetne az az élet, amit ő akar, de a végén belátja, hogy ez csak egy hamis álom, és neki vissza kell jönnie a saját igen. dimenziójába, univerzumába, igen, nem tudom már, hogy mit mondjunk erre, ahol igazából ki tud teljesedni. Tehát egy hmm. ilyen fajta kanosszajárás ez is, csak más módon. És emiatt érdekes tényleg, amit mondta, hogy ez azért izgalmasabb, mert itt muszáj megölnie saját magát. Hogyha az a feltételezésünk, hogy a halál az indikátor amit szintén nem értek, hogy miért. Tehát, hogy azt értem, hogy valószínűleg lefeküdne, másnap kellene föl, és ez nem lenne jó. Szerintem azért, mert ez a születésnapja. Itt már nem. De, ez hétfő. Ja, De, az... itt is a születésnapjába kerül tényleg. vissza. Igen. A húrókban a, a születésnapjára kerül vissza. És talán ezért, mert és születés és halál, és, és az is egy körforgás és talán, talán, ezt, ezt a szimbolikát lehet, lehet benne. Jó, most lehet. jól emlékszem, azt csak úgy belerakták már a végén, hogy születésnap az alap plotban nem volt benne. Igen, hát akkor ezzel nem magyarázható. Lehet, ez később jött, hogy ez milyen jól magyarázná ez az ötlet. De egyébként, amit még nem értettem, és hogyha már itt tartunk, hogy újra ismétlődött ez a, ez a nap is mindig, azon túl, hogy egy másik dimenzióban ismétlődött újra, hogy hogy tudott a csaj mehegyezni ennyi képletet. Igen. Hogy? Úgy, hogy nem ért hozzá. Nem Igen. azt, hogy nem ért hozzá, tehát hogy valószínűleg nem egy ilyen területen tanul, és hogy, hogy, hogy nem is valószínűleg egy olyan területen, ami, ahol sajnálom, de nem kell nagyon seggelni semmit valószínűleg. Tehát én azt tippelném, hogy valami, mit tudom én, vagy olyan szakmája van, amiben nem az a sok magolós, meg nagyon-nagyon jól megértős logikai tan területen tanul. Tehát akinek nem ez az alapja, az hogy jegyez meg ennyi mindent? Hát, és hogyha fogjuk, akkor megpróbálták lebontani a szőkenő sztereotípiát, vagy szőkés barna, nem tudom már, Egyébként hogy Egyébként nincs az, tehát, hogy nekem az eszembe se jutott, hogy szőke, az jutott eszembe, hogy valószínűleg abszolút nem egy ilyen terület. De mit tanított a tanára, a pasia? Az mit tanít? Mert nem is emlékszem hirtelen most. Hmm, orvostudományon valamit, de mint kiderült arra, csak poénból járt be, hogy legyen jegye. Igaz, akkor igazából ez nem köthető, mert a szakja az nem derül ki soha. Tehát én ezen gondolkodtam végig, hogy ezt hogy tudod mind megegyezni, Úram Isten. Tehát, mert ugye fölírni sem, mert mint, hogy fölírja, de azt nem viheti magával. Hát nem egy mementó, igen, hogy magára te továbbja. Igen. <gül> <gül> igen. De hogy, szóval ilyenek is foglalkoztattak persze közben, de, de, amúgy igen, amúgy nagyon, nagyon jó meglátás, hogy mennyire, mennyire kapcsolódik az előzőhöz, hogy mi, kell bünteti igazából ez az időhuruk, Olyan, mint a, a forráskódban van az, hogy így gyakorlatilag az egy nem büntetés, de olyasmi, egy ilyen kínzása az idő amiben a J. Gyllenhaal van. Ez nekem potlandó. Jó, oké, mert én úgy emlékszem, hogy ez a J. Gyllenhaalos film, az, 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 én úgy emlékszem, hogy abban ilyen effektíve büntetésként használják ezt, vagy hát kínzásként inkább azt mondom, ki akarnak szedni belőle valamit. Mindegy, ez kicsit olyan megint, hogy így be van dobva egy szituba, és konkrétan megkínozzák szerencsétlen azt meg szintén gondolom azért volt mindig más a halála, meg azért ölte meg mindig másképp magát, mert gondolom a rendezők nagyon jó poénnak tartották, hogy nem minden nap úgy fekszik le este, hogy beveszi a 50 tonna izé, tilenolt az első filmben, hanem amikor szintén meg kellett volna halnia, de mindegy. Akkor ker kerítsünk át egy ilyen művészfilmes verziót, amikor én minden nap ül sötét szobában egy adag oltatóval, és így megeszi. É. az lenne az igazi depresszív. Tehát, hogy így, így, nagyon, nagyon furcsa nekem, hogy így miért, de gondoltam, ez biztos egy ilyen rendezőknek, egy ilyen poénja, nem akarták ezt túl komolyan venni. Tehát én biztos nem nyírnám ki magam az különböző féleképpen, hogy aztán másnap még jobban fájjon mindenem főleg a levettem magam egy repülőről, tehát... Hát igen, természetesen a végén kiderül, hogy, a, hogy ki a gyilkos, és itt a professzor az, ugye, akivel ezúttal ugye Lori folytatott viszonyt, és, és azt hiszem azért teszi a lábalól, hogy, hogy Lori nehogy beszéljen a kapcsolatukról, vagy pont, hogy véget akar vetni neki, de hogy, de hogy valami ilyesmi miatt, és még egy cinkos is van, a, a a saját neje, akit aztán a professzor, miután Lorit hasba lövi, a saját nejét is lelövi, aminek nekem egy kicsit túlzás volt, és nem értettem. Ennek sem értelme nem volt. Egy kicsit öncélúnak éreztem. Aztán Tré Carter ugye elteszik lábanul a profot, Azért itt is valami szikrázás van köztük, már mint Rie és Kárter között, ugye a, 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 itt a, ennek a résznek a során is épül valami fajta kapcsolat közöttük mindennek ellenére, és jó, persze, Rie mondja kárternek, hogy amúgy mi a másik dimenzióban együtt vagyunk. Ez is ad egy löketet nyilván kárternél ennek az egész dolognak, de ugye ott amúgy is van köztük kémia. És aztán végül megszületik a képlet is, és a gépezet képessé válik rendet vágni a dimenziók között, Végre azt is sikerül legesleg végén megtudnunk, hogy mit turkál Carter állandóan az asztal alatt, amikor a Tri felébred reggelente, és igazából a fogvédőjét. A legesleges legvégén ugye megjelenik egy titkos szervezet, akik szeretnék felhasználni az időgépet, és ezeket a fiatalokat beszervezni. Ez egy nagyon izgalmas függő véglet egyébként ugye nem titok, hogy ugye tervezik ezt a harmadik részt. Ti mit látnátok szívesen egy ilyen, ilyen módon belengetett folytatásban? Mit tudtok elképzelni? Mit csinálhat egy ilyen szervezet? Ugye egy szent idővonalat védenek, mint a, mint a TVA? <laughs> talán nem, nem, biztosan nem itt arról van szó, hogy el, elkobozzák a gépet gyakorlatilag, mert, mert használni akarják valamire, de, de hogy még láthatóan, tehát hogy itt a probléma az, hogy azért kerülnek oda a srácok, mert nyilván ők tudják alkalmazni. Gondolom, másrészt meg Tri az egyetlen, aki ugye megélte ezt a napot többször is már, tehát hogy ő az, akinek tapasztalata van, hogy elmondja, hogy ez, ez hogy működik, úgyhogy Igen. én nem nagyon tudom egyelőre elképzelni azt, hogy ők, ak őket aktívan használnák a következő részben, normális esetben. Valószínűleg nem így lesz ők lesznek a, a, működtetői. Igen, meg nem mindegy, hogy időutazni, időutazni terveznek, vagy, vagy, vagy idő akarnak ők is előidézni. Hát utazni nem mondom. tudnak az időben, csak hurkot tudnak csinálni, és amúgy sem, sem ez volt a terve eredetileg, hanem ugye a lass, lassítás volt. De valami dimenzióváltást azt, azt, azt sikerült. Csinálni, véletlenül. Igen. Csinálni. Elsőre. Igen, igen. Szóval múgy, lehet, hogy még azok se igazán tudják kezelni, akik megtervezték ezt a gépet. Minden esetre ugye ez az egész téma, ez az egész időutazás, időhurok téma, ez, ez az ilyen ö, filmek, aki, amik ezeket tárgyalják, tárgyalják kiválóan alkalmasak arra, hogy sokakat foglalkoztató lételméleti kérdéseket fogalmazzanak meg, olyan tényleg saját kezünkben tartjuk a sorsunkat, vagy létezik eleve elrendelés a természet, vagy egy magasabb entitás törvényei által. Szerintetek a Boldog Halálnapot filmek melyik, vagy milyen választ adnak erre a kérdésre? eleve el van rendelve a sorsunk, vagy, vagy, van, vagy a saját sorsunk kovácsai vagyunk. Hm, nagyon jó. Én, én, abban hiszek egyébként alapvetően, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a saját sorsunk kovácsai, én nem hiszek ebben, hogy, hogy mindent eleve elrendeltek. És a film szerinted mire próbál rávezetni erre? Hogy... Ha a, szerintem, szerintem nem arra akar rávezetni, hogy hogy ez létezne. Már csak azért sem, mert gyakorlatilag a csaj változtatgathatja a dolgokat kedve szerint. Nincs ettől függetlenül csapó vége, mert valamit nem úgy csináltál, ahogy kellett volna. de nem az van, hogy kikerül ezért a hurokból, vagy visszadobják a startmezőre, mert hirtelen egy másik virágot szagoltál meg. Tehát, hogy. <laughs> Igen, de hogyha nem jön rá, hogy mit, mit kéne másképp csinálni, akkor megölik, és újraindul a hurok. Tehát ez nekem egy kicsit megint csak olyan vegyes felvágott, mert uh, nyilván csak ő tud tenni azért, hogy ez a, ez a helyzet megváltozzon. Tehát a saját sorsa kovács. De ugyanakkor csak egy konkrét dolgot tehet meg, vagy egy konkrét dologra kell kiukadnia, ez meg az eleve elrendelés felé tolja nálam úgy a mérleget. Szóval, hogy nem, nem igazán uh, tudnék uh, egy, csak egy menet letenni a voksomat, hogy most ő ezt mondja, vagy azt mondja. Hát az, hogy meghalunk az eleve elrendelt, tehát az egy pont. Az, az biztos, csak nem mindegy, hogy megölnek, vagy, vagy természetes halállal. Igen, és igaz, de ez igazából nem is azért jut ki ebből a hurokból, mert ő megjavul, azért jut ki, mert, mert nem hagyja magát megölni. Tehát, hogy, mert megakadályoz egy pontot, ami megtörténik, és elve, eleve ott volt, meg volt tervezve. Hogyha nem kerül be az időhurokba, tuti meghalt volna. Mert sose jött volna rá, hogy, hogy őt meg akarja bárki is ölni. Szóval ez egy érdekes dolog ilyen szempontból, mert akkor meg, meg akkor nincsen, mert kijuthatott túlélhetett valamit, ami egyébként akkor eleve el lett volna rendelve, hogy ő azon a napon hétfőn meghal. Minden esetre azért a film az egyértelműen közli velünk, hogy érdemes meggondolnunk, hogy miként élünk, hogyan viselkedünk másokkal, és milyen döntéseket hozunk, amíg, és ezt addig kell meggondolnunk, amíg nem egy időhurok kényszerít minket jobb belátásra. Ennyi fért bele mai műsorunkba, legközelebb ismét a démonokra irányítjuk zseblámpáinkat az Insiders Franchise keretén belül. Addig is, amíg újra hírtadunk magunkról, ne nyissatok ki rejtett ajtókat, ne váljatok szét, és ne felejtsetek időben a hátatok mögé nézni. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.